Az ünnep reggel térzenével indult a Szabadság téren a Ceglédi Fúvózenekar közreműködésével. Majd Takács László ünnepi eseményeket megnyitó beszédében kiemelte, a modern Európa és a magyarság történelmét végigkísérik a forradalmak, amelyek a nemzetegységében gyökereznek. Az összefogás ereje a magyarok szabadságvágya tette csodássá a szabadságharcainkat, még akkor is, ha ezeket az önkény a felettünk álló éppen aktuális hatalom mindig legyűrte. A történelem kerekének járása úgy hozta, hogy nekünk mindig egy nagyobb, egy ránézésre erősebb ellenfél ellen kellett fölemelni a szavunkat. A magyar ember azonban sosem félte megtenni, amit megkövetelt a haza. Akármilyen erős is volt a minket irányítani akaró hatalom, mi összefogtunk és erőnek erejével kezdtünk hozzá szabadságunk kivívásához. Így történt ez 1848 tavaszán, de így esett 1956 őszén is. Nagyszerű magyarok álltak a forradalmak, majd szabadságharcaink élére, és ha kellett, életüket adták a nemzetért, a magyar haza szabadságáért, önrendelkezésért, a demokráciáért, folytatta a polgármester. Mi itt, az Alföld kapujában, valahogy mindig a történések fősodrában voltunk, és őseink nem féltek odaállni a nemes ügyek mellé, mert vallották, hogy a haza mindenek felett áll. Sehonnai bitangember az, ki rongy életét a haza becsülete elé helyezi. Talán ez az egyik legfontosabb üzenete az 1848-as forradalom és szabadságharc eszméjének. A nemzeti dalt idén Cegléd-város szülöttje Osgyáni Mihály szavalt el az ünneplőknek. Talpra magyar! Hí a haza! Itt az idő most, vagy soha. Az idei esztendőben néhai Giba István pedagógusnak, a város egykori alpolgármesterének posztumusz ítélték oda az egyik legrangosabb városi elismerést, a Gubodi díjat, amelyet a kitüntetett özvegye vett át. Az ünnepség folytatásában a költő visszatért címmel a Bemiskola diákjai mutatták be műsorukat. Logikailag a forradalom legelső lépése, és egyszer mint főkötelessége szabaddá tenni a sajtót. Őket a Ceglédi Táncegyüttes követte a színpadon. Az ünnepség délelőtti felvonásának végén az önkormányzat, pártok, intézmények, civil szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait a Kossuth szobornál.